megkérdőjelezhetetlen különbséggel győzött a rajta Újváros Egyesület a 2024-es önkormányzati választáson Dunaújvárosban. Klasszikust idézve, ez a nagyarányú győzelem még a holdról is látszik. Két polgármester jelölt közül választhattak a dunaújvárosiak. Pintér Tamás a rajta Újváros jelöltje, Dunaújváros jelenlegi polgármestere, és Magyar András a Fidesz-KDNP és a Juve Egyesület jelöltje közül. Pintér Tamásra választók 67,78%-a voksolt, míg Magyar Andrásra 32%. De ugyanilyen arányban győzött a 10 választókerület képviselője is. Pintér Tamás este 10 óra után nem sokkal Facebook üzenetben jelentette be a hírt, és mondott köszönetet a választóknak. Dunaújváros, győztünk, köszönjük mondattal. Majd a Városháza téren kezdődött, folytatódott az ünneplés. Sziasztok! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ma. Hogy is szokták ezt mondani? Hogy ez még a holdról is látszik. 100%-os győzelem, és ez nektek köszönhető. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk nektek. Nagyon szépen köszönöm, hogy mind elmentetek szavazni, és bízom benne, hogy ránk szavaztatok. De azoknak is üzenem, akik nem ránk szavaztak, hogy azokat is fogjuk képviselni a következő években. Ezt követően pedig Pintér Tamás a Városháza térre konferálta a körzetek győztes képviselőit, akik a következő 5 évben is képviselhetik, segítik a városlakók életét. Az új testület tagjai Szántó Péter, Gyöngyösi Csaba, Motyovszki Mátyás, Barta Endre, Mezei Zsolt, Szabó Zsolt, Kálló Gergely, Papné Grabant Ilona, Tóth Kálmán és Orosz Csaba. Kompenzációs listán 4 képviselő kerülhet a közgyűlésbe, a töredék szavazatuk alapján Magyar András, Bükki Miklós, Olá János a Fidesz színeiben, illetve Badó Péter a Mi Hazánk képviseletében.